Sziasztok! Szeretettel köszöntelek bennetek, én Varga Eszter vagyok. Családminták felkutatásával foglalkozom, és a hozzám érkezőknek abban segítek, hogy ki tudják önmagukból bontani azt, akik ők valójában. Ehhez tudást és technikát is adok. Egyéni konzultáción pedig megmutatom azt a karmakört, amiben vagy, amit le tudsz hozni a fizikai síkra, hogyha van hozzá tudásod, technikád, amit ugye szintén tudok adni, minden programom arról szól, hogy saját fényükhöz tudjanak kapcsolódni azok az emberek, akik hozzám jönnek. Azt tudni kell, mindig elmondom, hogy ez egy erőteljes önismereti lépcsőfok, hiszen a teljes felelősség terébe hívom azokat, akik hozzám érkeznek, de szabad, boldog és örömteli élet az, ami rájuk vár, ami mennek ezen a folyamaton, ami ugye a nap mint napi önmunka, a nap mint napi gondolatok megkérdőjelezését jelenti. És hát ezek a kis videók is pontosan azért vannak minden nap, mert hogy kis lépésekben szükséges haladni, haladni, még egyszer mondom, haladni, naponta haladni, mert ha nem haladunk, csak gondolom formán élünk folyamatosan, akkor nincs előrelépés, nincsen valódi változás az életünkben. A kis lépések pedig oda fognak bennünket észrevétlenül vezetni, hogy egyszer csak egy teljesen új szinten ki tudjuk magunkat bontani. Szóval, ha valaki varázspálcára vár, hogy majd egy segítő, vagy egy külső támogató, vagy ő önmaga ezt megoldja, akkor mondom, hogy ez nem fog menni, viszont hogyha apró pici lépésekben halad, akkor meg fog történni minden. Például az is egy lehetőség, hogy hallgatod a videóimat, és amik érkeznek hozzád napközben események, azok alapján te új tudatszintre kapcsolódsz folyamatosan. Persze, ugye ehhez nem elég csak gondolatban módosulni, hanem a gondolat mögötti érzéseket is hát ki kell cserélni a testünkbe, ugyanis hiába gondolod magadról, hogy majd más fogsz gondolni, az érzéseid azok, amik generálják a helyzetet, az eseményeket, és abban a pillanatban, mihelyt valaki nem úgy lép, ahogy azt te szeretnéd, már azonnal jön a düh, a harag, a bosszú, a szégyen, és csupa olyan támogatottság hiánya, értéktelenség érzés, ami ott van a testedben, ezért kell a testünkkel nagyon-nagyon sokat foglalkozni. Egyrészt sporttal, tehát én hiszek abban, hogy mozgatni kell a testet folyamatosan, mert ez a fajta mozgás, a testtudatos élet, az ad egy olyan előrevívő gondolkodásmódot is, amivel ki tudjuk cserélni az érzéseinket, hiszen képzeld el, ha elmész egy sportra, mondjuk futsz, vagy bármilyen sporton részt veszel, akkor ott a tested igénybe van véve, erőfeszítést kell tenned azért, hogy változás legyen a testedben, a testeden keresztül, saját magadban, és amikor vége van az edzésnek, akkor egy új tudatszintre is tudsz kapcsolódni, hiszen egészen új dolgok tudnak megszületni benned. Persze akkor, hogyha kész vagy arra, hogy befelé figyelj, és ne csak a külső körülményeidet, mondjuk csak a zenére figyelj, hanem arra is figyelj, ami a testedben lezajlik. Ez nagyon-nagyon fontos, én azt gondolom, a sportnál is, de egyébként az élet bármely területén, tehát akárkivel, akárhol találkozol, a tested den keresztül tudod figyelni, hogy mi az, ami itt a térben jelen van, benned jelen van. A testünk egy csodálatos kozmikus eszköz, ami azt is jelenti, hogy ha nagyon finoman, érzékenyen közelítesz hozzá, akkor ő mindent jelez neked, mindent, azt is, hogy te mit érzel, azt is, hogy a másik mit érez, azt is, hogy mit fogsz érezni fél óra múlva, mert hogy nincs idő, és csak itt a földi síkon létezik az idő, mi éljük, de a testünkön keresztül bármit el tudunk érni, múltat, jövőt, ezért van ugye, hogy a tudatosság tudománya módszerével minél többet gyakorolsz, annál távolabbi helyzetekbe tudsz elmenni, először lehet, hogy csak a gyermekkori sérüléseidet fogod tudni feltárni, de minél többet gyakorolsz, minél edzettebb a lelked, a kritikus elméd, ami ugye beengedi a
a változás lehetőségét. Minél edzettebb a lélek, annál távolabbra tudsz eljutni például az őseid életébe, vagy előző életekbe is, és pont ugyanígy tudsz a jövőbe is eljutni. Erről a tudatosságtudomány a workshopon nagyon sokat beszélek, egyébként saját élményeket is mindig mondok, mert hogy azt adom át nektek, amin én már átmentem, és kőkemény évek vannak mögöttem, ami azt is jelenti, hogy tapasztalatból beszélek, és nem megtanult könyvből megtanult tudás ez, hanem a saját bölcsességemen, a csatornáimon keresztül kibontott olyan tudás, amit könyvekből nem lehet megtanulni, ugyanakkor általa mások is ki tudják azt bontani, azt a személyiséget, azt az egyéniséget, amit ami nem sablonos, ami senkihez sem hasonlítható, hiszen mindannyian egyediek vagyunk, egyedi sorssal, egyedi minőséggel, és nagyon-nagyon fontos, hogy ezt megértsük, és ezt is tudjuk képviselni, de ahhoz folyamatosan azt kell keresni, hogy ki vagyok én. Ki vagyok én? Ki vagyok én ebben a helyzetben? Mert lehet, hogy még egy helyzetben olyan gondolatok jönnek elő bennem, amik a családom gondolatai is. De az nem biztos, hogy én vagyok. Az nem biztos, hogy engem tükröz, amit ők gondolnak. Nagyon izgalmas út ez, és nagy szeretettel várok bennetek, ha szeretnétek ezen az úton járni. Egyéni konzultációra is várok bennetek, blokkoldás, nagyon fontos dolgok ezek megérteni, tehát magyarul a tudatos elme terébe hozni azt, amiről nem tudsz. Hát ez felbecsülhetetlen érték, ami nap mint nap irányítja az életedet. Olyan emberek jönnek hozzám, akik 10-20 éve járnak önismereti útjukon, és az a szembesítés, az a pontos szembesítés, hogy az, ami ott van a tudattalanjukba, ami irányítja az életüket, az még sehol nem történt meg. Tehát, és tudom, hogy nem is könnyű ezt elfogadni gyakran, van, aki nem is tudja elfogadni egyébként, kifogásokat keres, kimenekül, de nagyon sokan viszont igen, és azért, mert csak így van valódi változás, úgyhogy aki szeretne jönni, és egyébként mind olyan dolgokat tapasztalunk, látunk, ami tele van szeretettel, tehát a feloldás, az új életnek a lehetősége, az egy olyan motor, az egy olyan dinamika mindenki életében, legalábbis aki komolyan szeretné azt, hogy szabadon éljen, hogy a nehézségek ellenére is kitart és szorgalmasan teszi, csinálja az éver figyelmet és a folyamatos gyakorlást. No, nézzük meg, hogy a mai lapok mit mutatnak nekünk. Ugye az első lap az a naplapja. Hát ugye ezt nem is kell mondani, amikor ott van bennünk a központi galaktikus napnak az energiája, az a tiszta szeretet, az a megújulni vágyás, az a meleg napsugár feltétel nélküli szeretet ott van bennünk, akkor hát elég jól érezzük magunkat, azt gondolom. És egyébként ez dolgunk is naponta pingelni a szívünkön keresztül önmagunkban, mert elfelejtettük életek, gyerekkorunk óta életeken keresztül elfelejtettük, tele van a testünk keserűséggel, és miközben tesszük ki a keserűséget a testünkből, ezt pingelni naponta, az örömet, a boldogságot, ezt a napfényt, ezt pingelni önmagunkban. Na és akkor, ha ez megvan, ha ezt valamennyire tudjuk már tartani, akkor ugye jön a botok ötös állapota, ami ugye azt mondja nekünk, hogy hát, ahogy így látszik is, hogy ez valami verseny, ez valami olyan, mintha itt ezek a rókák, ezek összecsaptak volna, és hát valami győzelemre játszanak. Ki tud már esetleg magasabbra ugrani, vagy az biztos, hogy nem egy békés állapot ez a botok ötös, ezt lássuk be, hogy arról szól, hogy valami harc van, ki legyen a győztes, ki legyen a hát nem tudom, ennek a játéknak, vagy bármi is legyen az itt a rókák között, meg itt a férfi között, de valami olyan dolog, ami versenyre ösztönzi a résztvevőket. És hát ugye, hogyha verseny van,
akkor ugye azt érhetjük meg, hogy van győztes és vesztes. Na most, hogyha valaki a dualitásból szeretne kijönni, akkor bizony, hát ezt el kell felejteni. Mert hogy a siker az azt jelenti, hogy valaki egy kapcsolaton belül azt jelenti, hogy a másik viszont sikertelen. Tehát nagyon óvatosan kell bánni ezzel a siker szóval, mert hogyha kapcsolaton belül van a siker élményünk, akkor bizony ott van egy vesztes, és az már a dualitásnak egy olyan foka, ami a tiszta életben nem megengedett. És hát meg is kaptuk hozzá egyébként a torony lapját. Ugye a torony az valami, nézzétek meg, olyan, mintha becsapott volna a villám, és itt a torony az az, amit hát leborul. És hát ugye porrá is fog égni, vagy teljesen le is fog égni, mert ennek az a célja, hogy a fejünkben lévő struktúrát azt megváltoztassa. És hát ez nem egy kellemes élmény ez a toronylapja pillanatnyilag. Pillanatnyilag felismerni, hogy a fejemben van egy olyan program, ami arra ösztönöz, hogy győztes és vesztes legyen a kapcsolataimban, hogy ez nem jó, hogy eddig ezt éltettem, eddig ez volt bennem, ajjaj, te jó ég, gyorsan ebből szeretnék kiszállni, vagy az élet arra ösztönöz, hogy szálljál ki belőle, mert lehet, hogy el fogsz veszíteni egy olyan kapcsolatot, ami amúgy értékes lenne számodra, de hogyha harcolgatsz, akkor ugye, hát ez bizony így csapódik le, hogy lehet, hogy a másik viszont nem kér a harcodból. Ezt előző videókban én is mondtam, hogy az, aki harccal próbál közelíteni, az még nem veszi észre, hogy miközben én adom a szívem, lelkem, odaadom minden tudásom és támogatásom, ő harcolgat, mert nem akar szétesni, nem akarja a valódi változást, a hálát, a kölcsönösséget, és ettől nem veszi észre, hogy engem el fog veszíteni, mert én viszont nem harcolok, viszont látom, hogy ő harcol, de én ebben nem veszek részt. És hanem meghagyom úgy, ahogy ő azt gondolja, ahogy ő azt teszi, a szabad akaratát oda teszi, ahova szeretni. Harcolgasson csak nyugodtan, ha neki az jó. Én kihátrálok ebből, nem szeretnék benne lenni egy olyanban, ahol van egy győztes, és a győztes az terveket szövöget azért, hogy na majd egy következő alkalommal, akkor hogyan csapjon le az áldozatára, és stb. Tehát ez számomra ez nem lehet út, nem lehet minőség, és nem is vagyok hajlandó ezekben részt venni. Tehát, hogyha megszületik benned az a felismerés, hogy hajjaj, itt most az elmémbe becsapott a villám, és toronyszerű változásra van gyorsan-gyorsan szükség, mert eddig így éltem a kapcsolataimban, hogy a siker vágya hajtott, és a belső terveket szövögettem, akkor most kapcsolj át egy új minőségre, mégpedig az elengedésre. Az elengedésre és a botok királya minőségre. Ugye a botok királya az egy szenvedélyes férfi, az hordozza a napot is, és hordozza a szenvedélyt is. Nézzétek meg, hogy körülötte is minden vibrál, mert tele van szenvedéllyel, örömmel, megy előre az életének az útján. Persze muszáj, hogy kitisztítsuk a sebeinket, mert hogyha nem tesszük, akkor ez a előre haladás, ez lehet agresszív is. Tehát látom már olyat, hogy de majd csak azért is megmutatom, hogy nincsen nekem semmi bajom, és akkor megyek előre, és akkor majd nem tudom én. Szóval ez is még egy verseny, elengedni. Elengedni azt, hogy legyen benned egy olyan igény, hogy visszacsap, hogy győztes-vesztes legyen egy kapcsolaton belül, hogy kell egy olyan ember, aki győztes, és kell egy olyan, aki vesztes. Úgyhogy ha ezt el tudod engedni, és a partneri viszonyban tudsz kapcsolódni a hála a kölcsönösség terében, a botok királya szenvedélye, akkor megértetted ezt a kivetést, és kívánok is hozzá nagyon-nagyon jó munkát. Kívánom azt, hogy sikerüljön ez a toronyszerű változás benned, hogy a napot hordozva engedd el a vágyadat.
azzal kapcsolatban, hogy győztes legyél, hanem a kölcsönösség terébe lépjél be, és ne engedd meg magadnak, hogy különböző terveket kovácsoljál ahhoz, hogy jól érezd magad, mert értékes kapcsolatokat veszíthetsz el. No, még annyit szeretnék elmondani, ezek ilyen szolgálati közlemények, hogy én úgy érzem, hogy szuper programjaim lesznek, lesz kolláskészítő, workshop évvégén, ez ingyenes, aztán lesz megbocsátás, ereje kurzus, ez most 5-én, tehát hétfőn este, ezekre mind-mind tudtok még jelentkezni, és hát jövőre a Tudatosság Tudománya, mint ékszer januárban ott megjelenik, és aztán elindulunk egy női kurzussal, ahol a mintáiból felszabadult valódi szeretetbe, önszeretetbe érkezett nők fognak kapcsolódni, és végigmegyünk azon az úton, hogy egyénileg kinek hol és csoportosan kinek hol van olyan mintája, amit felül szükséges írni. Ezek, mint ahogy a kis videóim is, azoknak szólnak, akik készen vannak arra, hogy a testükben lévő érzéseket is kicseréljék, és egy új tudatszinten kapcsolódjanak önmagukhoz és másokhoz is. Aki érzi a hívást, azt nagy szeretettel várom. Minden információ itt lesz a videó alatti leírásban. Csodás napot nektek! Sziasztok, sziasztok!